Feljelentést tettek roma közmunkások zaklatása miatt. Vízvezeték cserébe kezdtek Mátrafüreden. Egy éven belül 700-ra emelkedik a kormányablakokban intézhető ügyek száma. Jó estét kívánok, ez az aktuális április 22-én. Jönnek a részletek. Zaklatják az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület közmunkásait. Jelenleg 60-an dolgoznak az egyesületnél, akik azt mondják, az elmúlt 2-3 napban telefonnal fotózták őket, és különböző fenyegetéseket is kaptak. Az egyesület vezetője ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrkapitányságon, és levélben kéri a polgármester és a képviselőtestület tagjainak segítségét. Egy helyre gyűjtötték az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület közmunkásai azokat a papírokat, amelyekre fenyegető mondatokat írtak ismeretlenek. A közmunkások az elmúlt pár napban érzékelték, hogy többen trágár szavakkal illetik őket munka közben, és fotókat készítenek róluk. Azt mondták, korábban erre nem volt példa. Fényképezgetik a beleegyezésük nélkül, és különböző büdös cigány, ingyen élők az adónkból dolgoztok, tehát ilyen szavakat használnak. Ezen kívül autókból papírhulladékot dobáltak ki azokra a területekre, amelyeket a közmunkások már megtisztítottak. Az egyik cetlire még egy horogkeresztet is rajzoltak. Emberek dobálják a szemeteket direkt, amiket mi már összeszedünk. Egy óra múlva ugyanúgy néz ki, vagy két óra múlva, menjünk másnap, hiába szedjük össze, ismételten ezt csinálják velünk. Az egyik csoportot ebéd közben kezdték el provokálni és fényképezni. Arra lettünk figyelmesek, hogy fényképeznek bennünket a szemben lévő oldalról. Már ugye látszódott, hogy férj és egy feleség. És akkor hát oda mentünk, megkérdeztük, hogy mondja már meg, hogy mégis milyen jogon fényképez le bennünket. Azért, mert a mi adónkból vagytok fizetve, mert ti nem dolgoztok. A dolgozók szerint korábban nem fordult elő hasonló eset, sőt a 80-asi városrészen lakók még az elégedettségi nyilatkozatot is aláírták. Nagyon meg vannak elégedve a közmunkásokkal, mivel süteménnyel és kávéval várják. Ezt tudom bizonyítani ezzel a megelégedettségi nyilatkozattal is, hogy maguk személyesen írják alá. Lakatos Zsolt azt mondja, az egyesületnél jelenleg 60-an dolgoznak közmunkásként, ennek 10%-a viszont nem roma ember. Tegnap ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, és levélben fordultak a városvezetéshez. A rendőrség megerősítette az információt és megkezdte a nyomozást. Megkezdődött Mátrafüreden a Pálos-Vörösmarty úton az elöregedett vízvezetékek cseréje. A közel 500 méter hosszú hálózat cseréjét az elmúlt években előforduló gyakori csőtörések tették indokoltá, még az úthálózat teljes felújítását megelőzően. Javított foltos aszfalt a mátrafüredi Pálos-Vörösmarty úton. Javarészt az elmúlt évek csőtöréseinek nyomai. Megérett az útburkolat a teljes rekonstrukcióra, mondja Kovács László főmérnök. Ezért döntöttek úgy, hogy a felújítás előtt kicserélik a földben futó 40-50 éves vízvezetéket, tette hozzá a vízműüzemvezetője. Ennek a munkának a sarok számai az összesen olyan 300 méter gerincvezeték csere a Pálos-Vörösmarty utcában, és 111 méter pedig az Abasári utcát fogja érinteni. Ezen túlmenően pedig összesen 45 darab házi bekötés kerül kicserélésre. Az aszbesztcement csövek már megértek a cserére. A 18 millió forintból megvalósuló beruházás az önkormányzat költségvetéséből valósul meg, bérleti díjas elszámolás keretében, tudtuk meg Kovács Lászlótól. A munkálatok ideje alatt lehetnek korlátozások a vízszolgáltatásban. Lehetnek szakaszos vízkorlátozások az átkötéseknél és a különböző részeknek a kizárásánál. Erről előzetesen mi mindig értesíteni fogjuk az érintett fogyasztókat, illetve maga a házi bekötésnek a cseréje az minden esetben érinti majd vízkorlátozással az adott ingatlant. Erről is minden esetben személyesen fogjuk megkeresni az ott lakókat. Még azt szeretném elmondani, hogy itt a forgalom korlátozása az bizony félpályát illetően szakaszosan történni fog. A munkálatokkal május 20-áig kell végezniük, addig kérik a lakosság és az arra közlekedők türelmét. Egy éven belül megduplázódik és 700-ra emelkedik a kormányablakokban intézhető ügyek száma, mondta a keddi fórumban a Heves megyei kormány megbízott. Pajtó Gábor az Apolló gyöngyös halászi beruházása kapcsán azt mondta, a cég rövidesen minden előzetes engedéllyel rendelkezni fog.
Mivel az Apollo gumigyár gyöngyös halászi beruházása nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak számít, így a megyei kormány megbízott hatáskörébe tartozik a szükséges engedélyek soron kívüli intézése. Pajtó Gábor a keddi fórumban azt mondta, a cég rövidesen valamennyi előzetes engedélyének birtokában lesz. Most ott tartunk, hogy azok a speciális szakhatósági eljárások, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessen a beruházás, azok a döntően a vége felé tartanak, illetőleg lezárulnak a napokban, lezárultak, és tulajdonképpen amik folyamatban maradnak, azok már a kivitelezéshez kapcsolódó építési hatósági engedélyek, és a végén majd nyilván annak az ellenőrzése, hogy minden az engedélyek, illetőleg a tervek szerint valósult meg. Pajtó Gábor a hamarosan megnyíló második gyöngyösi kormányablak kapcsán azt mondta, a város kivételezett helyzetben lesz, ráadásul a kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan növekszik. Április 15-től most már 338 ügytípust érdemben tudnak ezek a kormányablakok intézni, illetőleg jelenleg is számos ügytípus vonatkozásában úgynevezett tudásbázis áll a kormányablakokban dolgozó munkatársaim rendelkezésére, ahol felvilágosítást tudnak adni azokba a kérdésekbe is, ahol konkrét ügyintézési lehetőségük még nincs. Pajtó Gábor azt mondta, a kormány célja, hogy ezeknek az ügyeknek a száma egy éven belül 700-ra emelkedjen, és nem csak az állampolgárok, hanem a gazdasági és civil szervezetek is ott intézhessék ügyeiket. 40 napos zarándoklatra indult közel 20 hívő Budapestről a csíksomlyói búcsúba. Az útközben csatlakozott zarándokokkal együtt hétvégén ért a csoport Gyöngyösre, ahol a püspöki majd a ferences templomban is fogadta őket a helyi katolikus közösség. A zarándoklat Heves megyei szakaszára gyöngyösi hívek is csatlakoztak a csoporthoz. Hát úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy ezt az utat megtegyem, mert hát biztos mondták, nem először vagyok, ötször vagyok ez az úton, és nekem hiányzik, ha szabad ilyet mondani. Mondta ez a zarándok, aki számára egész évre lelki feltöltődést nyújt az a közel 1000 kilométeres zarándoklat, amit Budapesttől Csíksomlyóig tesz meg sokadik alkalommal, a Mária tisztelet kifejezéseként. Ez a Mária út egyesületnek a 8. szervezett gyalogos zarándoklata, amely mindig húsvét utáni héten kedden indul el, 40 napig tart, és a zarándokok a pünkösdi búcsúra érkeznek meg péntek este virasztanak, és szombaton pedig részt vesznek a búcsúi szentmisén. Ezt már a zarándoklat vezetője tette hozzá, aki szintén évek óta a csoporttal tart. Eddig, mint résztvevő, az idei évtől viszont már ő vezeti Csíksomlyóba a híveket. A többi zarándokhoz hasonlóan ő is azt mondja, a megtett kilométerekkel a fizikai erő csökken, a lelki feltöltődés viszont egyre erősebb lesz. Töltekezünk abból a sok-sok szeretetből, amivel várnak minket az út mellett élők, nem csak testileg, fizikailag, tehát itt az ételre gondolok, hanem a könnyes szemek, a süteménybe belesütött szeretettől kezdve, a kis gyerek, amikor szaval nekünk egy verset, ezek mind olyan lelki töltetet adnak, amitől könnyebb tovább menni. Évek óta csatlakoznak a zarándoklathoz a gyöngyösi katolikus közösség tagjai is. Ők rendszerint a megye határtól kísérik a csoportot és küldik el kérésüket és hálájukat Szűz Máriához a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Máriához menve, rábízva a mindenféle fájdalmunkat és örömünket, hálánkat tudunk zarándokolni együtt ezzel a csapattal, aki kéri, hogy mondjunk nekik mindenféle olyat, amit el tudnak vinni Máriához Csíksomlyóba. Van egy füzet, amiben beleírnak mindenütt, és azt oda fogják adni. A csoport körülbelül 25 kilométert tesz meg naponta, és a tervek szerint pünkösd előtt egy nappal érnek Csíksomlyóba. Jó utat kívánunk! Jótékonysági koncerttel segítette a kárpátaljai magyarokat a Sound of Spirit énekegyüttes. A Nagy Gábor karnagy által vezetett csapat a Pácai János zeneiskolában adott hangversenyt, melyre belépőjegyet senkinek sem kellett váltania, a pénzadományokat és a tartós élelmiszereket viszont örömmel fogadták. A bevételt a katolikus Caritas segítségével még a héten eljutatják a rászorulóknak. Míg el sem kezdődött a koncert, már elkezdtek gyűlni a pénzadományok. A jó cél megmozgatta az embereket. A Sound of Spirit énekegyüttes valójában összekötötte a kellemest a hasznossal. Mivel imádnak énekelni, különösen közönség előtt, Nagy Gábor karnagy és csapata úgy döntött, hogy ezúttal valami nemes célért fogják ezt tenni. A fiatalokból álló kórus szerette volna azt is megmutatni, hogy szívükön viselik a most nehéz sorban élő magyarok sorsát. Közvetlen kapcsoló elem az egyház.
Tulajdonképpen ugye én kántorként dolgozom, ott elég régóta gyűjtünk tartós élelmiszert, pénzadományokat a kárpátaljak javára, és hát úgy gondoltam, hogy mi mással segíthet egy zenész, ha nem a zenével. Így gondoltam, hogy akkor mindenképp a kárpátaljak javára, hogyha ez most egy kiemelt cél. A jótékonysági esten felolvasták Gielni Bogdán Krisztinának, a Felsővárosi Karitász vezetőjének levelét, melyben a mostani esemény célját foglalta össze. Tudjuk, hogy ott élő magyar testvéreink korábban is szegénységben éltek. Most az év elejéhez képest 3,5-szeresére emelkedtek a közüzemi díjak, és közel 4-szer annyiba kerül egy kiló kenyér, mint januárban. A drasztikusan megnövekedett árak mellett a fizetések, nyugdíjak elértéktelenedése miatt az ott élők számára egyre nagyobb gondot okoz a mindennapi szükségletek beszerzése. Ebben segítettek most nem csak a Sound of Spirit tagjai, hanem a vendégeik is, akik vállalták a fellépést a jótékonysági hangversenyen. A 2013-ban alakult énekegyüttes számára a mostani zeneiskolai koncert másokból is mérföldkőnek számít. Nagy előrelépés számunkra, ezt itt el kell mondanom, ez a reklám helye, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának az együttműködési pályázatát megnyertük, hál' Istennek, ami egy nagyon jelentős összeget jelent, itt most nem fogom kimondani a részleteket, nagyon jelentős összeget jelent, amivel támogatnak minket, és ilyet még ilyen fiatalon induló kórus, sőt egyébként kórusok sem nagyon nyernek. A kárpátaljai magyarok viszont az itt összegyűlt adományoknak örülhettek. A tartós élelmiszerek mellett 113 ezer forint készpénz jött össze. Ezeket a korábban befolyt adományokkal együtt a Felsővárosi Egyházközösség Karitász csoportján keresztül még a héten eljuttatják a rászorulóknak. A HB és a Bezzekkert csatájából az utóbbi jött ki győztesen a gyöngyösi kispályás labdarúgó tavaszkupa döntőjében. A finálét megelőző bronzmérkőzésen a mezőgép Vamaf Titán csatája adta meg az alaphangot, ahol a 2-2-es végeredmény után szintén büntető párbaj döntötte el az érem sorsát a mezőgép javára. A döntő előtt már az eső is borzolta a kedélyeket, de a csapatvezetők így is vállalták a döntővel kapcsolatos esélylatolgatást. Felemelő érzés, mert nem gondoltam volna álmúnyikba se, a legszebbekbe se, hogy idáig el fogunk tudni jutni. Hát igazándiból nagyon-nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Szerintem azért is szerepelhettünk ilyen jól, mert mi a télen is együtt voltunk, és itt a főiskolán a teremben minden héten játszottunk, tehát egy kicsit előnyben is voltunk azokkal szemben, akik esetleg így nem készültek fel. Nyilván ez a torna még jobban hozzájárult ahhoz, hogy remélem, hogy a másodosztályban majd sikeresen fogunk tudni szerepelni. A HB kapusa Bozsik Gábor azt vállalta, hogy kapott gól nélkül hozza le a rábízott feladatot. Azért az izgalom az nálunk is megvan, hiszen a ellenfélnél ott van a rutin és a fiatalság egyvelege. Nem számítunk könnyű mérkőzésre, de cél az, hogy győzelem. Azért a döntőbe jutásért, ha jól tudom, nagy csatába tudtatok tovább menni. Itt is ilyen sok gól lehet, hogy érzed? Valóban elég nagy küzdelem mára jutottunk be a döntőbe, de azt gondolom, hogy minden meccs más. Ezen a mérkőzésen a szakvezetés elvárása az, hogy a győzelmet behúzzuk, aztán, hogy ez hány gólos mérkőzésen, nekünk azon kiadva a kapusoknak, hogy gólt nem kaphatunk, és akkor gól nem lehet. A kapus eleget tett vállalásának, mert a gólok a második játék részben születtek, amikor is már új hálőrrel folytatta a HB a végül 2-2-vel záródó mérkőzést. Ezt követte a büntető párbaj, ahol csak a hatodik párosítás után örülhetett a Bezzekker csapata. A finálé után Molnár Ferenc elnökségi tag méltató szavai mellett vehették át a játékosok a bronz, ezüst és aranyérmeket, és a tavaszkupát először megnyerő Bezzekkert a kupagyőztesnek járó serleget. Egy hónap alatt 31 ezer fővel emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat márciusi adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 462 ezer fő volt. A munkanélküliség számának megugrása szakértők szerint a piac sajátosságaiból fakad, hiszen az évnek ebben a szakaszában még nincsenek szezonális mezőgazdasági és építőipari munkalehetőségek.
Összesen 19 projekttel kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat az Európai Bizottság a 2007-2013-as ciklus gazdaságfejlesztési operatív programjának ellenőrzése során. Az Európai Bizottság mintegy 43 ezer fejlesztés közül 53 projektet vizsgált meg szúrópróba szerűen, ebből 19-nél talált, ahogy hivatalosan fogalmaznak, jelentős rendszer szintű hiányosságokat. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 408, a MOL 14.615, az OTP 5.800, a Richter pedig 4.320 forintba került. Egy órával a zárás előtt a hivatalos tőzsdeindex, a BUX 21.903 ponton állt. Most pedig jönnek a legfontosabbak, még egyszer, röviden. Zaklatják munka közben a roma közmunkásokat. Vízvezeték cserébe kezdtek Mátrafüreden. Egy éven belül 700-ra emelkedik a kormányablakokban intézhető ügyek száma. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, holnap ugyanebben az időpontban várom majd Önöket, addig megtalálják híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon is. Minden jót, a viszontlátásra!